Ki foglalkozik velünk? Ki foglalkozik velünk dolgozó emberekkel? Ki foglalkozik azzal, hogy elegendő legyen egyetlen egy munkahelyen dolgoznunk ahhoz, hogy megélhessünk? Ki foglalkozik azzal, hogy fűtött meleg otthonban nevelhessük fel gyermekeinket? Vagy hogy könnyebben, egyszerűbben juthassunk állami és önkormányzati bérlakásokhoz, anélkül, hogy több évtizedes hitelekbe verjük bele magunkat? És vagy hogy egyáltalán az adófizetők pénze valóban az embereké legyen? Erre egyedül az Igen Szolidaritás mozgalom van, és ezért jött létre pontosan ez a párt, ugyanis az emberek jólétéért harcol. Az elsődleges cél az, hogy mi, dolgozó emberek élhetőbb, jobb és színvonalas életmódot tudjunk élni.